Önök a Cikádó magazint látják, köszöntöm nézőinket! A próbák vagy előadások hangjai helyett ismét a munkazaj lesz hallható a Petőfi Sándor művelődési házból. A tavalyi elektromos rendszer megújítását követően ezúttal az elavult fűtésrendszer cseréjét határozta el a fenntartó önkormányzat. A munkálatok a napokon belül elkezdődnek. Az, hogy mely területek fejlődnek egy városon belül, nagyban függ attól, központi szerep járul-e hozzá, vagy a maradék elve érvényesül. A közművelődés és a városmarketing Bátaszéken a figyelem középpontjában volt. Ennek megfelelően az ehhez csatlakozó fejlesztések is megtörténtek a ciklus folyamán. De nem csak az infrastruktúra változott, a ház működésének jellege is más arcot öltött. Nyitottabb lett, a kíváncsi emberek könnyebben ide találnak, több időpontban megtalálják a Bátaszéki Petőfi Sándor művelődési házat, és ez többek között köszönhető nyilvánvalóan ennek a lelkes csapatnak a munkájának, illetve annak, hogy tavaly valamikor koratavasszal azért a hátsó irodarészleg előre költözött, ezért ki tudtok nyitni állandó jelleggel a ház főbejáratát. Megpróbálunk minden olyan lehetséges alkalmat, eszközt, hirdetési felületet használni, amely mi meg tudjuk mutatni, hogy melyek azok az események, alkalmak vagy programok, amelyekre bejöhetnek hozzánk a bátaszékiek, illetve a városba érkezők. Amellett sem tudunk elmenni, hogy történtek fejlesztések, hiszen a tavalyi esztendő első felében a ház egész elektromos hálózatát kicserélték, és olyan világító berendezéseket kaptunk, amelyek a 2018-19-es esztendőnek és az kor elvárásainak mindenféleképpen megfelel. A felújítás az pedig nem csak arról szólt, hogy az elektromos részeket megoldjuk, illetve kicsereljük, ez égető probléma volt és a legfontosabb, de hál' Istennek már a tavalyi esztendőben is tudtunk a technikai eszköztárunkat fejleszteni, hiszen az önkormányzat jóvoltából közel 1 millió forintot tudtunk fordítani a hangosításunkhoz szükséges technikai berendezések beszerzéséhez. Illetve az üzleti tervünket is úgy fogalmaztuk meg már az elmúlt évben és 2019-ben is, hogy jócskán szántunk pénzt azokra a technikai berendezésekre, amelyek akár a programok szervezését és lebonyolítását elősegítik és megkönnyítik. A fejlesztések sora ezzel nem zárult le. Az elektromos hálózat megújítása csak az egyik lépcsője ennek a folyamatnak. A következő a napokban indul, mely jelentős befolyással lesz majd a ház egész működésére. Azt gondolom, hogy ebben az önkormányzati ciklusban azt lehet elmondani, hogy a közművelődés az nem úgy működött, mint esetleg korábban, hogy ha maradt pénz, akkor a közművelődést is próbáljuk kicsit abajgatni, hanem megfordítottuk a sorrendet, és a közművelődés igen előkelő helyen szerepelt városunk életében. A létesítményeket próbáltuk olyan szinten karban tartani, hogy az, ami egy kis 21. századi kisvárosnak megfelelő. Ugye a Városi Könyvtár épületének korszerűsítése zajlott le az elmúlt esztendőkben, és hát folyamatosan a Petőfi Sándor művelődési ház fejlesztését is elvégeztük, hiszen villamos hálózat korszerűsítést végeztünk, a nagy teremnek a padozatát újítottuk meg, mi úgy hívjuk, hogy a zöld terem az is megújult az elmúlt időszakban, és ezt a folyamatot folytatva ebben az esztendőben az épület igen elavult fűtését fogjuk korszerűsíteni az elkövetkezendő hetekben. Itt próbáljuk majd a munkálatokat úgy elvégezni, hogy lehetőség szerint ne nagyon zavarjuk a ház életét, de mivel egy építkezésről van szó, ez azért nem lesz teljesen elkerülhető, ezért egy kis türelmet kérünk. Ez a beruházás mintegy 12 millió forint értékben fog megvalósulni, és egy korszerű, szabályozható és energiatakarékos fűtési rendszert tudunk kiépíteni. A város terveiben további fejlesztések is szerepelnek. Szeretnék még komfortosabbá tenni a látogatók előtt a házat, így például keresik a lehetőségét a székek cseréjének, hogy igazán akkor elvárásai szerinti műfázzal rendelkezhessen bátaszék. A fűtés korszerűsítésének ideje alatt megváltozik a próbarend a házban, melyről értesítést kapnak majd az együttesek vezetői is. A szokásokhoz híven az évszakfordulókhoz kötődő ünnepeket megölik a bátaszéki óvodában. Ezek a rendezvények nem csak az intézmény, de a családok számára is ünnepi alkalmak, hiszen a szülők épp úgy részesei a programoknak, mint a gyerekek. Szent Mihály napján az őszi ünnepkör hagyományát elevenítették fel. Gyerekek, szülők, óvonyok táncoltak közösen a vénasszonyok nyarának örülve az udvaron.
Az ősz a szebbik arcát mutatta. Míg kint zajlott a vigadalom, bent a házban is őszi díszletet öltött magára az óvoda. Hagyomány már, hogy az évszakváltás díszletváltást is hoz magával, és a pedagógusok megünneplik az időszakhoz kötődő hagyományos ünnepeket is, átadva és ezzel életük részévé téve ezt a gyereksereknek is. Ma ünnepeljük Szent Mihály napját. Mivel mi hagyományőrző, hagyományápoló óvoda vagyunk, a nevelési évünk első olyan rendezvénye ez, ahová egyrészt várjuk a szülőket, nagyon-nagyon sokan szoktak jönni erre a napra. Nyitott az óvodánk, mindenképpen támaszkodunk és támaszkodhatunk a szülők segítségére. Gyümölcsöt hoznak a szülők erre a napra, dísznek zöldségeket, valamint régi eszközöket, régi munkaeszközöket, ami a szürettel, illetve a termény betakarítással kapcsolatos. Megismerik ezáltal a rendezvény által, meg hát, hogy erre a napra készülnek a régi hagyományokat, a régi munkaeszközöket, a szántóföldön való munkákkal kapcsolatos tevékenységeket. Az óvoda körül van egy erős szülői holdudvar, mely szorosan együttműködik a nevelőtestülettel. Ez teszi lehetővé az ilyen típusú programok gördülékeny lebonyolítását is. A szülői segítség hatására lett például díszesebb az óvoda is. Ilyenkor mindig termény áldás, termény hálaadó ünnepet tartunk, megköszönve az évnek a terméseit, terményeit, tánccal, dallal, finom ételekkel ünnepeljük meg mi ezt. Nagyon sok mindent, mert nagyon sok mindent bele tudunk vinni, még pluszt. Igazából megismerkednek az őszi gyümölcsökkel, termésekkel, terményekkel, az ehhez kapcsolódó népszokásokkal, mert ugye ilyenkor a pásztorok hajtották be a juhokat, hídi vásárokat tartottak régen, ezt is elmeséljük nekik, és egy kicsit természetközelivé, gyerekbaráttá tesszük ezt a napot. Ez egy háromlábú szék, tehát ez szükség van a gyerekre, a pedagógusra és a szülőre is, hogy jól tudjunk együttműködni, és ilyenkor mindig a szülő betekintést kap a mi munkánkba, a napjainkba, és egy kicsit fontosnak is érzi magát, hogy meghívjuk ezekre a rendezvényekre, és részesei lehet a gyermekének az óvodai életében is. Én úgy gondolom, ez az én véleményem, hogy ezzel tudunk értéket közvetíteni a gyerekek számára. Ezek még azok a dolgok, amik még talán érnek valamit, még mindig érnek valamit a mai világba, és ezek nem fognak elmúlni soha, mert kodolva vannak bennünk a magyar hagyományok, a magyar paraszti életet, ezt elő kell hozni belőlük, hogy ne felejtődjenek el ezek a dolgok, nem múljanak el. Az óvodai hagyományápolás hatása megjelenik a városi hagyományőrző csoportokban is. Ugye én most kettős szerepben vagyok itt ezen a rendezvényen, egyrészt mint édesanyja, másrészt meg ugye meghívást kaptam, mint a Felvidék Néptánc Egyesület vezetője, és igen, nagy öröm látni azt, hogy nagyon sok kisgyerek viseletben van. Tehát szokják azt, hogy viseletben legyenek, abban táncoljanak, és aki esetleg nem is táncol, de erre az alkalomra fölveszi a viseletet, már közelebb kerül talán egy kicsit a hagyományőrzéshez, és nagyon sok kisgyerek, aki hozzánk jön táncolni, innen az óvodából kap kedvet, és úgy lép tovább, hogy esetleg megkeres egy egyesületet, tánccsoportot, és aktívabban műveli. Az, hogy a fehér harisnya rajtad van, hogy a szép cipő rajtad van, hogy ebben nem úgy szabad viselkedni, mint mondjuk egy melegítő nadrágban, egy sportcipő, abszolút. Tehát igen, akin most viselet van, az tudja, hogy ő neki esetlegesen nem szabad ugyanazt megtenni, akin egy szabadidő nadrág van, mert ő rajta viselet van, és arra vigyázni kell. Legyen az bármilyen viselet, legyen az egy kartonszoknya, legyen az sejemszoknya, vagy nyaklánc a nyakába. Én azt gondolom, hogy már ilyen kicsi korban is igen, elkezdenek figyelni, és megtanulják azt, hogy ennek értéke van. Most rövid reklám következik, majd a karate szakosztály sikerével folytatjuk a Cikádon magazint.
Minden szentek napja mindannyiunk életében a csendes emlékezés időszaka. Hogy méltóképpen idézhessük vissza eltávozott szeretteinket, ebben segítünk Önöknek. Válassza ki egy helyen, az Otthon Mix kisáruházban, ami az ünnephez szükséges. Koszorúk, gyertyák és kegyeleti tárgyak nagy választékát találja nálunk. Sporttal folytatjuk a Cikádor magazint. A Bátaszékese karate szakosztálya által rendezett évvégi országos meghívásos versenyen a Cikádor kupán nem csak a szakosztály meghatározó új generációs utánpótlás versenyzői hozták a pontokat a klubnak dobogós helyezéseikkel, hanem a hátország is szorgoskodott. Így az utánpótlás korosztályok összesített pontversenyében a fővárosi neves klubokat is megelőzve a bátaszéki karatékák bizony a legjobbnak a nagyszabású versenyen. A nyári iskolai szünet edzéssel, felkészüléssel és edzőtáborozással telt az új generációját feledképp sikeresen építő bátaszéki karatékáknak. Az őszi évvégi fontos kiemelt versenyekre nagyszerű tesztet jelentett a klub által létrehozott nagyszabású éves versenyek egyike a Cikádor kupa, amelynek már évek óta a szexuális sportcsarnok az otthona. A bátaszéki versenyzők most is nagy csatákat vívtak a meghatározó fővárosi és vidéki klubok számukra rivális versenyzőivel, és győzelmek, dobogós, illetve élmezőnyi helyzések most sem maradtak el. Ebből a generációban az Izsák Bencét emelném ki, mert az Izsák Bence sajnos a saját korosztályában nem hozott jót, mert leléptették. Ez benne van. Benne van. De például a kadettban, ahol fizikailag erősebb versenyzők vannak, és azt gondolom, hogy ő is jobban oda teheti magát, az például megnyerte. Tehát az egyen, tehát ő még nem töltötte be ugye a 13 éves kort, és a 14-15 éves korosztály mínusz 52 kg-os súlycsoportját magasan megnyerte. Tehát ez is mutatja azt, hogy ő fizikailag felnőtt már ahhoz a korosztályhoz, a saját korosztályánál pont, hogy egy kicsit erősebb, és nagyon sokszor ez hozza ki a bírókból azt, hogy túl sokszor intik. Izsák Bence már a tavalyi dublini EB-n egy nem várt nagy győzelemmel bizonyította nemzetközi szinten is kiemelkedő tehetségét. Az első meccsen most nem voltam annyira fölpörögve, mint a második meg a harmadik meccsen, és nehéz volt a másik ellen küzdeményem. Milyen stílusa volt? Vártam, amíg bejött a távolságomba, és rálépő zsákocukival pontot csináltam rajta. És elég volt egy pont tulajdonképpen, hogy mennyivel nyertél? Igen, 1-0 lett. És ehhez képest a döntő az már könnyű volt, hogy te irányítottál végig? Hát a második meccsem ott az nehezebb volt, mint a többi, de szerintem azt simának éreztem meg a döntőt is. Ki volt a döntőnek ellenfél? És mi döntött? Milyen? Róka Darius. És milyen? Újpest? Felső? Nem. Mindegy. Bodor Karate. És végülis mi volt az a ütés, vagy rugás, vagy ütés-rugás kombináció, amivel a zsűri neked adta a meccset? Bementem a távolságba, és hosszú küzemig volt. Több bátaszéki karatékát nagyon kevés választott el attól, hogy döntős, vagy éppen elődöntős legyen a Cikádor kupán, majd legközelebb. Van új a nap alatt egyébként a bátaszéki vadósoknál. A nagybetűs életbe kilépő három, már felnőtt korú, egykori bátaszéki versenyző, Kaszás Maja, Haller Martin és Rományi Vid hármasból már ketten a Cikádor kupán is jelen voltak, immáron újra bátaszéki színekben. Rományi Vid már azzal is új szint hoz, hogy a katában és a küzdelemben is jeleskedik. A munka az, ami igazából távol tartott. Nagyon hiányzott, olyan helyen dolgoztam, ahol csak futni tudtam, és mivel gyerekkorom óta ezt a sportot űzöm, szerelmese vagyok ennek a sportnak, így égető vágyat éreztem már, hogy visszajöjjek. Elszaladt a mezőny versenyzés szempontjából, sok az a három év, próbálom összekapni magam. Úgy gondolom, hogy most az Európa-bajnokságra nagyon jó felkészülést kapunk, és Katában dobogós helyezést várok magamtól. Kümitében úgy gondolom, hogy ha magamhoz képest egy nagyon jó teljesítményt tudok hozni, akkor az elégedett lenni. Nekem mind a kettő nagyon fontos. A Katában talán több sikerélményem van, Kümitében sem vagyok ügyetlen, de az egy teljesen más kategória. Az sokkal összetettebb, nehezebb. Ott függ az ellenfél támadása. Ott sokkal összetettebb a dolog. Az egyik fő motiváció ennek a súlycsoportváltásnak az volt, hogy most az EB-n
magyarok a felsőbb súlycsoportban voltunk többen, és Ákossal karöltve úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk megcélozni az alsóbb súlycsoportot, de hát ez nyilván eredményezte azt is, hogy a gyorsaságom is fejlődött, de viszont amit a magasabb súlycsoportban már magamba szívtam, mint taktikailag, mint küzdőszellemileg, azt itt majd jobban tudom kamatoztatni. Szikádor kupa sikerélmény volt? Saját elvárásainak megfelelően? Sajnos nem. Annyira nem, de itt is azt tudom mondani, hogy ez a két év azért meglátszik. Aki számít, szinte mindenki a fedélzeten. Az év főversenye, az Európa-bajnokság ugyanis az idén évvégén újra Budapesten lesz. Hazai pályán, hazai közönség előtt még inkább illik kivágni a rezet. Emiatt nagyobb lesz a nyomás a magyar versenyzőkön. Néhány hónap alatt szinte minden a helyére került a bátaszéki fociban. Az új játékosok, az új edző új perspektívát mutattak fel. A szponzorok a tavalyi szégyenteljes év után is bizalmat szavaztak. A csapat sorra nyeri a meccseket, a meghatározott csapatok ellen is. Játéka nem csak eredményes, hanem látványos is. És hét forduló után egyetlen veretlenként az élen áll a megyei első osztályú bajnokságban. A nemrégen még kieséstől is fenyegetett bátaszék. Egetrengető változás állt be pozitív értelemben a bátaszéki futballban. Míg 5 fiatal játékos, néhányan az akadémiáról, a nyáron hazatért bátaszékre. Az acsádi testvérekről, Tóth Balázsról, Tóth Tamásról, Hénről kell szót ejteni. De ebből önmagában még nem következik az a pozitív fordulat, ami néhány hónap alatt bekövetkezett. A széteső, kieséstől fenyegetett bátaszék a 2019-2020-as bajnokságban már az elit mezőnyből is kiemelkedik. Mi több, látványos futballt vezet elő, és első számú kihívójaként emlegetik a Bonyhádnak edzői és szurkolói berkekben is a bátaszéket. Az új edző Szőcs Lázár elévülhetetlen érdemeit emlegeti szinte minden fő és mellékszereplő a csapat megújulásával kapcsolatosan. Noha szkeptikusan fogadták, hogy a Baján élő 9 éve már nem edzősködő, már nyugdíjas, egykori kitűnő NB1-es játékos Szőcs Lázárt nevezték ki a nyáron edzőnek. A hazai nézők részéről azért kétségeket jelentett a kora miatt, meg ugye, hogy sokan emlegették, felemlegették, főleg edzőtársaim, úgymond nem jó előjellel, hogy a 9 év az azért a kihagyás, azért az nem biztos, hogy előnyére szolgált, de mindent, mindenkit és mindent megcáfolt. Kezdve a felkészülési időszakban, amikor már lehetett látni, hogy ezzel a játékosokat illetően frissítéssel, illetve az ő személyével, illetve azzal, hogy 4 edzés van, plusz a felkészülési mérkőzés, tehát heti 5 alkalommal együtt volt a csapat, és láttuk a felkészülési mérkőzéseken, hogy itt azért van, aminek történnie kell. Történt is, bemelegítésként kiütötte a bátaszék a Majost a Magyar Kupában. Legyőzte a tavalyi ezüstérmes Tolnát, a meghatározó csapatnak számító Tamásit is, na is a címvédő Bonyhád otthonában is x-elt a bátaszék, legutóbb pedig bajnoki mérkőzésen szintén vendégként is győzött a Majos ellen. Mivel a Bonyhádnak van egy elmaradt mérkőzése, az élen már most a megye egyben a bátaszék áll. A tavalyi tabella az nagyon sok mindent meghatározott, most nem a helyezésre gondolok én, hanem a kapott gólok számára. Nagyon sokat kapott a csapat, és ez azt jelentette, hogy a védelmet ezt át kellett alakítanom. És hál' Istennek az átigazolások is úgy jöttek össze, hogy posztra sikerült igazolni, nem pedig királyoktól levetett gúnyát kaptunk, hanem meghatározó embereket. És én azt mondom, hogy a sikernek nincsen titka, hanem egyszerűen a munka van mögötte, ennyi. És azt gondoltuk ki, hogy igazából azt kellene tenni, hogy nem ilyen 30-35 év közötti játékosokat kellene úgymond biztosra menve igazolni, hanem hozzuk vissza azokat a bátaszéki gyerekeket, akik Pakson, Szekszárdon, itt-ott-amott, de a koruk révén még egyfajta becsvágyat nyújtva a csapat felé, esetleg tudnának bennünket frissíteni. Az új edző már az első néhány edzés után rábólintott az általa ismeretlen új srácokra. Akikkel hamar szót értett, a keret tagjai pedig abszolút vevők voltak Szőcs Lázár szakmai és pedagógiai módszereire. A labda birtoklás az elsődleges nálunk. Én nekem az a veszőparipám, hogy a labda úgy menjen végig, hogy egy érintőbe végig tudjuk vinni a pályán, akkor azt mondom, hogy akkor nagyon boldog vagyok. Ez még nem sikerül, de hát ez a terv. Most már ott tartunk, hogy azért 3 érintőből azért meg tudjuk oldani. Láttam, hogy van benne fantázia, akarták a dolgot, tették a dolgokat, és jött is az eredmény.
Az MLS nem írta át a versenynaptárt, úgyhogy ezentúl is csak 11 játékos mehet ki a pályára, és mi vagyunk időnként több, mint 20. Tehát egy olyan versenyhelyzet alakult ki, hogy mondtam, aki a játék, mutatott játék alapján fogom eldönteni, ki kezd. Az első volt a mutatott játék, másik az edzésre járás. És ez alapján döntöttem, hogy megváltoztak játékosok. Hát én azt mondom, hogy a Faller meg a Botos az érre álltak. Azt mondom, hogy jobb kezem lett mind a két játékos, csak megemelem a micimet előttük, a hozzáállásuk olyan, hogy viszik is a csapatot magukkal. Sok tényező van, a legfőbb tényező az, hogy lett egy edzőnk. Az nagyon fontos tényező. A csapatot úgy érzem, hogy egy heti 4 edzés az nagyon meglátszik. Csütörtökön még, aki szeretne jönni, az külön edzésre jöhet, fakultatívan. Meg az a 4 ember, meghatároz ember, ha megnézzük a 4 emberből alapkezdő 3, mindenféleképpen is a negyedik is mindig játszik annyit, amennyi kell. Így 40-45 perceket tudnak játszani, és ezek nagyon-nagyon fontosak, mert tavaly azért hullámvölgyben voltunk, így van, tavaly nagyon kevesen voltunk, és sokat számít az, hogy ezek a fiatalok, akik nem mindegy, hogy egyet cserélünk, vagy hármat, és a három csere is olyan, aki 100%-os formában van. Előbb a tavaly rengeteg gólt kapott védelmet kellett rendben tenni. Tóth Balázs és Acsádi sokat segített ebben. A középpályát is uralja egyébként a Bátaszék, így bárkire nyomást gyakorol. Ha védekezésre kényszerül, abból pedig remek kontrákat vezet a csapat. Tóth Tamás, a Szekszárdról hazaérkező csatár pedig nem csak rúgja a gólokat, hanem adja a gólpasszokat is. Vajon megmarad-e ez az egység és lendület, és akkor már az idén bajnok lehet a Bátaszék? És megvan-e az ehhez szükséges, biztos anyagi háttér, vetődik fel? Látva a fél éves táblapénzek befizetését, ami ugye megkeresés alapján történik, látva a TAOS befizetéseinket, és látva azokat a felajánlásokat, amit mi kapunk mondjuk a júliusi időszak óta, én azt gondolom, hogy Bátaszéken mindig is szerették a focit, ezután is szeretni fogják, és most meg különösképpen szeretni fognak bennünket, vagy szeretnek bennünket, és a mi egyesületen belüli alszámlánk, azt mindenkinek elmondhatom büszkén, hogy bizony fel van töltve. Fontos szempont továbbra is a bátaszéki származású kötődési játékosok szerepeltetése, beépítése. Nos, e tekintetben is jó úton indultak el az idén nyáron. Akik most jöttek, a két acsádi bátaszéki, a Hénferi bátaszéki, a Tóth gyerekek bátaszéki, és tehát bátaszéki kötődésűek. Tehát az egyértelmű az arra mutat, hogy hát környékbeliek játszanak a csapatba, és nem pedig, ahogy mondtam, királyoktól levetett gúnya. A bátaszéki futball visszatérhet az őt megillető pozícióba, Tolna megye hosszabb távon is meghatározó csapatai közé. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!